Igen, itt van, lépkedett, igen. Igen, szóval Gerik Krisztián vagyok, és az Aeroglassnál dolgozom, és szuper a cég, ahol dolgozom, és elküldtek Amerikába, hogy tanuljam meg, hogy hogy működik a SteamVR-nak a head tracking rendszere, mert VR-ra dolgozunk, és minden, ami újat szeretnénk megtudni, hogy hogy működik. Jelenleg, hogyha szeretné valaki ezt elérni, akkor gyakorlatilag a HTC Vive az, ami így meg lehet vásárolni, és akkor már implementálva van ez a rendszer. De igazándiból ezt a Steam találta ki, és szabadon licenszeli gyakorlatilag bárkinek, aki szeretné. És vannak ezek a tréningek, ahol megtanítják az embert arra, hogy hogy működik. És akkor ilyen tréningen jártam, és akkor ott tanultam mindenféléket, és akkor most eljöttem, hogy elmeséljem nektek. A userek számára gyakorlatilag úgy működik ez a rendszer, hogy van két ilyen base station, és vannak a unitok, vagy ez a head mounted display, vagy pedig ilyen gyakorlatilag ehhez hasonló ilyen kontroller a kezedben, és akkor ebben meg tudja mondani, hogy hol vannak a térben, ki tudja ez alapján renderelni a rendszer jól a játékot, meg kontrollálni tudod vele. És ez gyakorlatilag ennyi, amit a userek tudnak róla, meg tudniuk kell. De hát mi nem userek vagyunk, mi szeretnénk tudni, hogy hogyan működik ez belülről, és hát így nyissuk ki a fekete dobozt. Ne nyissuk ki a fekete dobozt? Na, nyissuk ki a fekete dobozt mindenféle szempontból. Gyakorlatilag, ami itt látható, az ott egy ilyen kontroller, ami pedig itt látható, az a base station. A base station az villog, egy valamilyen pattern szerint, és a kontrolleren pedig vannak ezek a kis valamik, amik fényérzékeny ledek, és ezt a villogást érzékelik, és ebből tudja kitalálni, hogy ő hol jár a térben. Hogyan is villog ez az egész? Van három dolog a base stationben. Vannak ezek a kis rotorok, amik forognak 60 Hz-zel, és lézerrel világítanak, illetve vannak ezek a szinkron jelet adó ledek. És a következő pattern-t villogják. Először, amikor az egyik rotor, az az X rotor elér a nulla pozícióba, akkor a szinkron jelek, azok villannak egyet. És utána az X irányba egy ilyen lézer nyalán végig vágtok a szobán. Utána pedig, amikor az Y rotorocska ér el a nulla pozícióba, az is villan egyet, és lentről fölfele egy másik lézer nyalán vágtat végig a szobán. És hogyha egy ilyen kis fényérzékeny dióda vagyunk, akkor a következőképpen néz ez ki, hogy vannak ilyen felvillanások. És azt tudod csinálni, hogy gyakorlatilag nézed az időt a felvillanás eleje és a lézer felvillanás között. És mivel hogy tudod, hogy milyen tempóval forognak ezek a motorok, ki tudod számolni, hogy mennyi idő zárt el, és annyi idő alatt mennyit fordult el ez a motor, és abból meg tudod mondani, hogy az a kis dióda milyen szögben van a base stationhoz képest. Ez az, amit nagyon jól tud csinálni, mind az X, mind az Y irányba. És utána az, ami király, gyakorlatilag fotogeometriai rendszernek megfelelő módszerrel, hogyha vannak pontjaink, ezek a szögek gyakorlatilag olyanok, mint egy képen a pontok, akkor egy ilyen hagyományos módszerrel meg tudjuk gondolni, hogy merre fele van a kamera, ami ilyen esetben azt mondja, hogy a base station merre van az eszköztől. És ehhez azt is kell tudnunk, hogy térben hogy helyezkednek el az objektumok. Az objektumon ezek a kis pontok, hogyha ugye egy sík, akkor ez könnyű lenne, de ez nem egy sík, ez egy ilyen bonyolult forma, hogyan tudjuk ezt trackkelni. Gyakorlatilag úgy működik, hogy minden egyes ilyen device egyesével kalibrálva van, és egy JSON file-ba fel van töltve a pont hálója. És ami ott látható, az például erről a device-ról van letöltve, és hát ott azok a pontok, ahol vannak rajta ezek a kis fényérzékeny valamik. És akkor ezeknek a pontjaival meg tudja mondani a rendszer, hogy hogyan van elhelyezve. Ami van még benne, az egy IMU, hagyományosan ugye accelerométer és gyroszkóp, és az nagyon nagy sebességgel érkezik. A kézi vezérlésük, tehát a kézi kontrollereknél 250 Hz-zel, míg a head mounted display-nél 1000 Hz-zel adja a jeleket ez az IMU, és abban gyakorlatilag kirajzolják
kitöltögetik a köztes időbe is, hogy hogyan néz ki. Gyakorlatilag ez az ennek a rendszernek a működése. Az egésznek az a pontosságát azt határozza meg, hogy milyen pontosan tud ezek között a felvillanások között eltelt időt mérni a rendszer, illetve hogy mennyire pontosan tudják ugyanolyan sebességen tartani ezeket a motorokat. És ez nagyon-nagyon pontosan sikerült megoldaniuk, egy kicsi FPGA van benne, ami ezt a pontosságot el tudja érni, gyakorlatilag csak számol, és USB-n azt küldi fel a számítógépnek, hogy itt voltak azok az időpontok, amikor én láttam a felvillanást, és a számítógépen lévő szoftver számolja ki ez alapján, hogy hogyan forgott ez a dolog. Gyakorlatilag ezeket tanultam ott kint, ott rengeteg olyan minden volt. Percekkel, hogy állunk? rengeteg olyan királyság. A helyzet az, hogy ez egy háromnapos workshop volt, ahol nagyon sok mindent tanultunk. Megtanultuk azt, például itt volt, a legérdekesebb az volt, amikor ha ezt a JSON-ben az ember elállít a dolgokat, összekever dolgokat, számokat átír, akkor különböző, attól függ, hogy mit írtál át, attól függően különböző hibák keletkeznek a trekkelésben. És mivel ők feltételezték, hogy majd mi ezt fogjuk használni, fogunk hibázni közben, ezért megmutatták, hogy ha ezt csinálod, akkor így fog elromlani. Ha azt csinálod, így fog elromlani, hogy majd utána ezeket fel tudjuk ismerni. Valamint nagyon sok olyan részlet volt, ami például az, hogy hogyan tervezze meg a módját ennek a rendszernek, mert ugye, amit itt lehet látni a képen, ezek a kis ledek, vagy fényérzékeny diódák, azokat ugye ott nincsenek letakarva, de a valós eszközben neked ezt le kell takarni. Viszont ha rosszul takarod le, akkor az rosszul fókuszálja a fényt, és pontatlanságot veszítesz. És ezért például hoztam meséltek arról, hogy csak síklapokkal szabad letakarni, meg hasonlók, és ez rengeteg méréssel bizonyították. Tehát, hogy nagyon sok ilyen részletet mutattak nekünk, ami különösen akkor izgalmas, hogyha az ember tényleg szeretne egy ilyen eszközt csinálni, és nagyon sokan, akik ott voltak ezen a workshopon, azok tényleg ezt tervezik. Volt egy csapat, akik mondjuk ilyen pisztolyokat, meg fegyvereket gyártanak, amikkel majd lehet lövöldözni a virtualitásban, valaki mások páncélokat csináltak, tehát hogy ilyen tervek vannak. Láttam az interneten valakit, aki drónokat vezérel ebben a rendszerben, mert önmagában az egész tracking rendszer, ugye nincsen kamera, és csak 100 gramm az egész. És ezzel rá tudsz tenni egy quadrocopterre, és azon nagyon pontosan tudod a trackelt 5 méteres 5x5 méteres kockában nagyon pontosan tudod megmondani, hogy a quadrocopteret hol van, akár ilyen milliméter pontossággal, ami nagyon király. És ugye ez is egy ilyen rendszer, amire ezt használják, vagy legalábbis láttam már használni. Egy csomó része open source, tehát hogy szeretnék, hogy ezt csinálja mindenki ezeket a részeit, de például az a solver, meg az a software része, meg ez a base unit, az nem open source. És mi ezért nem tudjuk ezt használni, mert mi repülőgépekbe szerelünk navigációs eszközöket, pilótáknak, augmented reality-vel, és ott is ugye head tracking egy nagyon fontos feladat, és ez a base unit, ha betennénk ugye, és hipotetikusan ez lenne a repülőgép pilótája előtt, az a probléma, hogy a base unit lekapcsol akkor, hogyha mozgást érzékel, mert nem tudnak ezek a kis ezek a forgó alkatrészek, ezek hard drive motorok, és hogyha elkezdenek rezegni, meg mozogni, akkor nem tudja garantálni, hogy jó lesz a 60 Hz-es pontos forgása, úgyhogy lekapcsol, de majd megoldjuk valahogy esélyt. Miért van benne motor? Hogy miért nem solid state? Hát igen, tehát hogy miért nem csak pillom? Igazándiból én nem értek a solid state elektronikához, illetve a solid state optikához. Tegnap próbálkoztam ennek utána olvasni, mert a főnökömnek is ez volt a kérdése. Ezt a villanást az elején, az ugye az csak villan. De ez a dolog, itt tényleg arról van szó, hogy van egy lézervonal, ami szépen lassan, ami csak pontszerűen vagy vonalszerűen végigmegy a termen a koordináta rendszerében a base stationnek. És azt én nem tudom, hogy hogyan tudnál megcsinálni. Én legalábbis nem tudnám megcsinálni mozgó alkatrész nélkül, de még is jó optikában olvasgattam, hogy vannak ezek a modern solid state lidárok, amikkel esetleg ezt meg lehetne csinálni, ilyen beamforming meg hasonlóval. Nekem ez
ez még Alien Technology. De... Szerintem tényleg kevés. Igen, kevés alap. Mert egy három napnyi tréninget nem fogok tudni átadni 5 percben. Nem is tudom, milyen hosszú voltam. És mennyire pontos? Mi is rögtön ugye ezt kérdeztük, mert a mi alkalmazási területünkön, ez a repülős navigációs eszköznél, a Federal Aviation Authority az elvárja tőlünk, hogy 6 iradián pontos legyen a mi head trackingünk. Tehát minket az érdekel, hogy egy head tracking rendszer az olyan pontos-e. És kérdeztük ezért egyértelműen, hogy na, milyen pontos. És ők azt mondták, hogy ezek játékfejlesztők, hogy test it, play test it, do it until it's smooth and good. Ami egy nagyon jó magyarázat, hogy ha tényleg játékot gyártasz, hogy csináld addig, ameddig jó érzés nem lesz. De ezért nem adtak nekünk konkrét számokat. Az interneten találtam ilyen, tehát ilyet mások is feltették ezt a kérdést, hogy milyen pontos. És valaki azt mondta, hogy ezen az 5 méteres távolságon az objektumnak a középpontja az egy ilyen, tehát hogyha leteszed és trekkeled, akkor egy ilyen 2 mm-es rádiuszú gömböcskében belül ugrál, ez még nem mi mértük ki, hogyha megoldanánk azt a problémát a motorocskákkal, hogy ne kapcsoljon le, akkor utána érdekelne minket is, és kimérnénk ilyen robotkarokkal, hogy mennyire pontos nekünk. Edu? A mintázatnak ott a balkáni sorokban van különösen lényege, vagy csak egyszerűen nagy felületű fényforrás? Igazából szerintem nagy felületű fényforrás, és ahogy meg tudták oldani, ezt nem tudom megmondani, mert ezt nem kérdeztem a srácoktól, és ugye tehát a stationnek nincsen, tehát az nem open elték fel, annak nincsenek kiadva így a tervei. Ezt egyébként kérdeztük, hogy ezt miért nem, mert hogy ha meg akarnak változtatni ezt a problémát, hogy lekapcsolja a fényét, hogyha mozgást érzékel, akkor szükségünk lenne arra, hogy hozzáférjünk annak a forráskódjához, meg a terveihez. Ők azt mondták, hogy azért nem szeretnék a base station-t kinyitni még, mert azt szeretnék, hogy minden egyes vevő az kompatibilis legyen az egy base station-nel, és ezt úgy tudják garantálni, hogy egyetlen egy cég van. Tehát hogy úgy garantált, hogy egy cég van, aki gyártja a base station-t, hogy mindegyik kompatibilis lesz mindegyikkel. És ezért azt mondták, hogy az eszközöket, azokat openelik, és akkor mindenki kompatibilis marad ugyanabban a base station-nál. És ugyanabban a szoftverrel egyébként azt sem openelték a szolverét. És ezek motorok vagy mindent, tehát hogy nem fog ez elfogni meg? Igen, 5 évre tervezték állítólag. Az a nagyon izgalmas, aki tartotta ezt a workshopot, tehát hogy nem a Steamhez mentünk mi, hanem egy úgynevezett Synapse nemzetű céghez, aki gyakorlatilag ilyen olyan, mint a Product Development Carnation-je. Tehát egy ilyen emberek mennek hozzájuk, és akkor problémájuk van, és megoldják jó munkás emberek. És ők tartották ezt a workshopot nekünk, de ők úgy kerültek kapcsolatba az egész rendszerrel, és úgy kerültek gyakorlatilag bele a Steam együtt működésbe, hogy ők elektronikai tervező cég, és elment hozzájuk a Steam, és azt mondta, hogy itt vannak ezek a motorok, és folyamatosan tönkre mennek, választottak nekünk olyan motort, ami nem megy tönkre. És amiket akkor választották ki ezeket a Fluid Dynamics merevlemez motorokat, és gyakorlatilag egy merevlemez motornak a 60 Hz-el való pörgés az alapjárat, tehát hogy az nem sebesség, és 5 évre van tervezve. Ezt nem tudom, hogy igaz-e akar például, hogyha egy kokpit van a motor rázza. Tehát akkor valószínűleg nem lesz ez az 5 év meg, de hogy ezt mindjárt. És Fluid Dynamic Bearing-ek vannak benne, tehát hogy nem kicsi golyócskák, hanem valami folyadék. Más kérdés esetleg? Mondtad, ez 55 méter. Mi van, hogyha nagyobbat ér? Egy nagyon jó kérdés. Jelenleg ami limitálja a dolgot, hogy itt lehetett látni, hogy kettő a készletben kettő ilyen, miért limitálja a távolságát. A lézer nagyobb távolra elmegy, az alapján lehet nagyon hosszú. Ami nem megy el távolra, azok a szinkron ledek. Tehát, hogy azt mondják, hogy az egyszerűen a zajszint alá csökken 5 méteren túl, vagy nem tudják garantálni, hogy nem csökken a zajszint alá. Illetve minden távolabb van valami annál nagyobb, tehát minden távolabb van az objektum, amit trekkelsz, annál pontosabban kell az időt mérned, mert annál finomabb
szöbbeli változások jelentenek egy milliméternyi eltérést azon a távolságon. Ez is egy limitáló faktor, és jelenleg kettő ilyen base stationnel tud működni. Nem azért van kettő, mert mint a GPS-nél, hogy mind a kettőnek jelet kell kapnia, vagy tehát, hogy nem így működik, hogy mind a kettő egyszerűen működik, hanem azért, mert amikor megfordulsz, akkor az egyiket kiárnyékolod a saját fejeddel. És kettővel már ugye meg lehet csinálni, hogy ne legyen árnyékolási terület. És dolgoznak azon, hogy lehessen akárhány ilyen, nem ígérnek semmit, de próbálják megoldani, hogy akárhány ilyen base station-t le lehessen tenni, és akkor azt mondod, hogy ha egy nagy területed van, akkor leteszel több base station-t, és azok együtt ügyesen majd megkommunikálják. Jelenleg úgy szinkronizálnak a base station-ok, hogy egymás, van egy master station, meg egy slave, és egymás fényét figyelik, és tehát hogy az is optikailag van, beszélik össze a base station-ok, és úgy működik, hogy amikor az egyik ad, akkor a másik nem ad, mert nem ugye összeütköznének időben. És ezt jelenleg ugye kettővel meg lehet csinálni, talán még négyel is meg lehetne csinálni, de bizonyos számú után már nem lenne elég jó a frekvencia, amivel trackkel. Ez ugye így 60 Hz-el trackkel. És akkor az nem lenne elég, hogyha n darab lenne. Megpróbáljuk úgy megoldani, hogy valami kódolást még beletenni, és akkor talán jó lesz. Szuper, köszönöm.